Sziasztok! Ma olyan tiszta lesz az arcom, hogy még soha. De mivel többen vagytok új Lumi felhasználók, ezért megmutatom, hogy hogyan kell ezt most csinálnotok. Ennyi zselét felraktam az arcomra, szétkenem. Mindenhova egyenletesen. Én még ide lattokára is. Bokára nem kell. Arra van más szerünk. Szétkentem. Kicsit megvizezem a arcbőrömet. Fogom az én kis drágámat. És most mi 2 percen keresztül masszírozni fogom a bőrömet lassan elnyújtva. De elindulok, és a gép használat utasítása is azt ajánlja, hogy egy-egy területet 1/2 percig masszírozzunk. Amit nekem adott ez a gép, nagyanyai örökségből, nagyon-nagyon szép bőre volt egyébként a nagymamának, ami rám annyira ezzel nem mondható el, de nekem nagyon sokszor problémás, kipirosodik, pattanásos, pszoriázisos bőröm van. Tehát így minden, amit el tudtok képzelni, hogy kipirosítja, vagy pattanás, ugye tárpórusú a bőröm. Tehát ezeken nagyon-nagyon sokat segített a Lumi. Amikor pedig én először zsíroset vettem magamnak, zsíros bőrevalót, és utána átértem, mert amikor kijött a pattanásos kezelő, mert egy héten belül akkora változás állt az arcomon, addig is nagyon klassz volt, de mivel úgy néz ki, hogy nekem tényleg pattanásosra hajlamos a bőröm, valami elképesztő változás lett, és pozitív. Amíg nem volt az Lumi Accent, én bizony, mint látjátok, ugyanúgy fölvittem szemtörnyékre, erre most lehet, hogy többen felsikoltanak. Az biztos, hogy itt a legvékonyabb a bőr, tehát arra nagyon vigyázni kell, mert elég szépen el tud nyúlni. Szóval nagymamámra visszatérve, neki ezek szintén ilyen buldogossá tudott mélyülni, ez a 2 orr ajakbarázda. És én ezt szeretném igazából megelőzni, hogy ezek a boldog részek kialakuljanak nálam. És meg kell, hogy mondjam, hogy amióta a Lumit használom, azóta sokkal jobban felvaskolódik a bőröm. Van a Galvanic Spa, ami ugye arra hivatott, hogy ezeket az öregedési folyamatokat lelassítsa, feltölti a ráncokat, és tehát azt nem használod minden nap. Ezt még igen. Ja, kész vagyok a Lumi Spa-nak a Lumi Spa részével, ennyi volt a kezelés, és most fogom is letörlöm. Majd ilyenkor használunk utána egy tonikot. Én az előbb bemutattam nektek az Age Lock-nak a Gentle Cleanse and Tone dolgot, de van egy másik tonikunk is. Nekem van egy mattító tonikom, most ennyi van belőle. Most kék, ez is 2 komponensű, felrázom. Most is kék, de most már fakókék, csak mondom. Ezt fogom így az arcomra rálütyenteni, mint egy aftershave-et. Nem a vatta koronggal itatjuk meg a szuper nedűt, hanem a bőrünkkel, a nyakunkkal, a maradék a karunkkal. Megvan. Visszatekerjük. Húha! És most jön a szemkörnyék ápoló fej. Fogom, rápattintom. Megkeressük a hozzávaló krémünket, a Lumi Spa-hoz kifejlesztett kis krémet. Régen is volt ez az Eye the Lie, kifejezetten karikás szemekre, sötét karikákra, pegyhütségre ajánlották. Azt hiszem most olyan extra adagot kapott a szemem ezzel a mai ápolással, ennek a fele pont elég, csak szólok. És utána van egy ilyen picike feje. Mutatom, bekapcsoljuk, és én édesen elkezdő is masszírozni. És 1/2 percenként ő is be fog jelezni. Most kikapcsolom folyamatosan, megnyomom a gombot, akkor teljesen eltűnt róla a program. Most visszakapcsolom, és indul a program. És
Mondom, ennyit nem szoktam rakni. Így ma olyan sima lesz a szemem alja éjszakára, hogy az összes álomban oda lesz meg vissza, miközben szórja a szememre az álompart. Na és ennek mit köszönhetek? Na én nagyon-nagyon szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, mert amikor én először kipróbáltam, és ugye láttam másoknak azt, hogy hogyan hat első alkalommal is, na én semmit nem láttam belőle rajtam. Na de, most valamikor tavasszal összehasonlítottam a kiinduló helyzetet azzal, ami most van. Hát meg kell, hogy mondjam nektek, én nem gondoltam, hogy ekkora változás van, mert tényleg kinyílt a szemem. Tehát az, amiért általában a nők elszaladnak egy kis plasztikai műtétre, hogy fölvárassák ezt a felső szemhéjat, hogy így fogja és ráfrittyen a szempillákra, na azt nekem úgy néz ki, hogy megelőzte. Tehát nevető ráncaim mindig is voltak, azt tudom, úristen, mert lehet, hogy... Ah, igen, váltás van, túl sokat dumálok. Nevető ráncaim mindig is voltak, tehát én emlékszem, hogy 16 évesen is sikerült úgy napoznom Görögországban, hogy alul a szemhéjem alatt olyan volt, mint egy kis csíkos zebra. Szép barnára lesült bőrök voltak a fehér csíkok. De ez biztos, hogy nekem is a szemem sarkában, például az egyik, mivel bal oldalon alszom, szerintem itt sokkal jobban így, tudjátok, hogy fekszel a pánon, ez így feltorzít az egész, itt sokkal jobban elmélyültek a ráncok. És én szerintem azon is segített, de az biztos, hogy nekem ez a szemhírész, ezt én köszönöm szépen Lumisbe. Ezt neki köszönhetem annak, hogy ugye én még azt is bevallom nektek, hogy nem minden nap használom. Tehát úgy, illetve nem napi kétszer. Tehát egy héten ötször biztosan használom. Valamikor reggel este, valamikor pedig kész is vagyunk. Jaj, figyeljetek, ott van benne egy kis mennyei manna, azt így fogom. Figyelj! Így ki a körmemre. És akkor fogom, és akkor ezeket még szépen szétkenem itt a szemem alján. Ennyi történik. Ide be a sarkakba is. Itt is nekem ez így sokkal dagadtabb, duzzadtabb. Igen, így hívjuk. A gyerekem is azt mondja, hogy nem dagadt valaki, hanem hogy duzzadt. Szóval ezekre a duzzadtabb részekre is szépen fölkenem. És ugye be kell fejeznünk ma estére a napot. Én az AgeLock Transforming Night című krémet fogom fölkenni. Ez már a prémium kategóriája a Nu Skin-nek, én nagyon-nagyon szeretem. Ezek a krémek, ezek arral híresek, hogy vissza tudják állítani, tehát azokra a géncsoportokra hatnak az arcban, amik vissza tudják állítani a fiatalkori működést a bőrben. Tehát nem leszek még egyszer tinikori boglárka, bírnám, de sajnos nem, mert azért a kor halad, csak megpróbáljuk belőle a legjobbat kihozni. Viszont ez klinikailag tesztelt, és azt viszont bizonyították, hogy a fiatalkori működését a bőrnek azt vissza tudja állítani génszinten. A kollagén és elasztin termelést is. Volt egy ausztrál kutatás is, ott ugye nagyon erős, ott volt a legnagyobb bózonjuk még annak idején, és csináltak ilyen fotókat, tudjátok, és így tele voltak mindenféle kiütéssel, illetve napfoltokkal, meg szeplőkkel a szörfösök. És egy hónap kezelés után meg tudták nekik mutatni, hogy ezek után, a krémeknek a használata után ezek a pigmentfoltok, ezek olyan szinten visszahúzódtak, hogy alig volt egy-két pötty az arcukon. Én szerintem ezt megérdemlem. Egy olyan, hát, 4-5000 forinttal drágább, mint az átlag hidratáló a Nu Skin-nél, és azt azért elmondom, hogy kevesebbet is raknak egy tégelybe, de az tény, hogy ez egy elég komoly cucc. Ilyet nem tud más. Egyszer próbálta egy óriás megacég a génszintű technológiát hirdetni, csak az a baj, hogy bevizsgálták őket, és olyan szépen megbírságolták, mert nem volt igaz, amit állítottak, hogy attól kódultak. A Nu Skin-nek ott van a tudomány mögötte, saját gén tudománya van, egy egész céget vásároltak föl, akik 30 éve ezekkel foglalkoznak. Én inkább nekik hiszek. Sziasztok!